égetést is. Végig hibátlant mentetek. Ez mind múlott? Mi kell ahhoz, hogy egy végig ütés nélkül menjen 3 napon keresztül? Sok szerencsén. És hát aránylag az a jó benne, hogy nagyon jól koncentrál a feladatra. Most a döntő első pályáján volt inkább a legfeszültebb, ott kapkodott egy kicsit, többször hozzáért a rúthoz, de hál' Istennek elég óvatos ló, úgyhogy nem ütötte le. Tehát azért szerencse is volt benne. Ebben az eredményben mennyi a lovas? Valaki azt mondta nekem, hogy ez már az idegek harca itt a végén. Hát, végül is igen, de mondjuk szerencsém volt, hogy a végén mentem, és hibáztak az előttem levők, úgyhogy nem kellett túl sokat kockáztatni, csak figyelni rá, hogy ne üssön aló. Tehát nem kellett annyira sietni. Ez volt az 5 éves lovak kategóriája, igen. Most itt a pályabejárás alatt igen. Csíptünk el. Mit vársz még a mai naptól? 6 évesben még van 2 lovam, az is hál' Istennek mind a 2 jól áll. Hát talán a sárga méntől, a vajtól, attól várom, hogy mondjuk tisztesen helytálljon, tehát az a reménykeltőbb. Vajk és Jován Richárdot már látjuk is a második lován. Ezzel a lóval tavaly indult a fiatal lovak világbajnokságán, hiszen Jován Richárd visszatérő tettes Lanakenben. Koppány az apja, Rasputin az anyai nagyapja ennek a sárga ménnek. Egy picit talán a támaszkodása lehetne kiegyenlítettebb, egyenletesebb a lónak, de egy vitathatatlanul jó ugróképességű és ígéretes fiatal ló ez a vajk. Itt a 2-es ugrás. Itt a 3. napra már igazán össze kellett szedniük magukat a lovaknak és lovasoknak is, hiszen Werner Dég, ahogy már mondtam, valóban nehéz és a nemzetközi mércének megfelelő pályákat épített, és azért csak fiatal lovakról van szó, az 5 éves kategóriának ez volt az első komoly versenyszezonja, a 6 évesek is még azért fejlődésben lévő lovak. Hibátlan lovaglás, Jován Richárd 59-64, ez volt az ideje. Hibátlan, így egy hiba ponttal zárt a baj. Itt pedig Cékusz Zoltán és az az Apollo, amelyet a szezonban még Zajzon András lovagolt, úgy, ahogy fiatal korában Apollo anyját, Karinát is ő lovagolta. Cékusz Zoltán volt 5. a magyar bajnokságban, nyerte a mesterek tornáját, és ennek a lónak az anyjával, Karinával megnyerte a világkupa nagydíjat Pietro-Nyandban, Romániában. Láttuk, ütött már a ló. Ez volt a 2. verőhibája, viszont elég gyorsan kockáztatva lovagol Cékusz Zoltán. A lóval kijutott ő is a fiatal lovak VB-jére, és az első napon a 12. helyet szerezte meg több mint 200 startolóból. Itt ez egy kicsit szerencsétlen ugrás volt. Látszik, hogy azért még nem 100%-osan rutinosak ezek a lovak, és egy igazán kiváló fiatal kanca. A sárga Very N, amelynek az apja Tangelo van de Züthöfe, Szabó Anita lovagolja. Náluk született ez a ló. A család nagy-nagy szeretettel tenyészti és képzi ezeket a lovakat. Ő is jól ment a fiatal lovak világbajnokságán. És látjuk, hogy neki sem sikerült a hibátlan lovaglás az összevetésben. Egy hatalmas galoppal rendelkező ló. Az én véleményem szerint a fiatal lovak közül talán a legnagyobb ígéret verjen ebben a korosztályban. És itt jön az utolsó ugrás és 4 hibapont, ami összesen 8-at jelent, viszont Cékusz Zoltánnak jobb volt az ideje, így a 6 éves korosztályt Apollóval ő nyeri. Cékusz Zoltán az első Apollóval, második Szabó Anita Veriennel, harmadik Jován Richárd Vajkkal. A képen látható a díjátadó Pataki Mihály úr, aki a Díjugrató Szakbizottság elnöke, és nem véletlenül látjuk őt, hiszen Mezőhegyes, a szakbizottsága közösen rendezte ezt a versenyt. Most egy beszélgetés a győztessel. Hát elég izgalmasan alakult ez a 6 éves döntő. Itt 2 utolsó lovasként indultatok, végül 2-en kerültetek be az összevetésbe. Mi volt a terv, amikor belovagoltál?
Igazából mostani tervem az szinte napról napra mindig tökéletes pályákat lovagolni, ami első napokban úgy látszik, hogy jobban összejött, sajnos az utolsó napnál picit szerintem az én koncentrálásom is a lóé is, mivel fiatal csikóról van szó, egy picikét kezdett fogyni. Ez legjobban az összevetésen látszódott, hogy ott már egy picit elfáradtunk szerintem mind a ketten. 3 hete van nálam a ló, múlt héten Lipicán volt szerencsém egy nemzetközi versenyen menni vele 3 napos versenyen, úgyhogy túl sok időnk összeszokni nem volt. Szerinted Apollo mire lehet képes a díjugrató sportban? Hát én, mivel az édesanyjához hasonlítom, én nagyon szeretném, hogyha legalább arra a szintre el tudna jutni, és legalább olyan szinten tudna versenyezni, mint az édesanyja, amire szerintem minden esély megvan, egy kicsit ő félvéresebb, könnyebben lovagolható, együttműködőbb ló, de azért az ő jellemző vonásai látszódnak a csikón is néha. Például nehéz ugrás előtt fölvenni, ha elindul, ilyenekben látszódik, de remélem, hogy arra nagy díjszintre eljut majd legalább az 1.50-es, 1.40-es szintre. Mi is reméljük a legjobbakat, ez volt tehát a 6 éves kategória, most szünet következik, és utána folytatjuk az idősebb lovakkal.